Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekettőt nézitek, a képen pedig az új Asus Transformer T300-t látjátok, ami az eddigi egyik legvékonyabb two-in-one. Nagyon vékony, itt látszik, tényleg nagyjából fél centiméter vékony, 12,5-szolos UHD kijelzővel. A készülék itt már működik is, amint látható 2560x1440 pixel felbontásunk van. A készülék egészen vékony kerettel rendelkezik, szépen körbe. Sikerült és itt kézben fognom. Oldalról megnézve teljesen alumínium házba került. Itt az egyik oldalt van a sztereó hangszóró pár egyik fele, van egy audio csatlakozónk, a hátlap és Anybody ház, amint látható, felül van egy kameránk, ha jól látom, a jobb felső sarokban. Felülre került a bekapcsoló gomb, alul pedig van egy dokkoló csatlakozónk a billentyűzethez. Ha elmegyünk a másik oldalra, itt találunk micro USB-t, Windows gombot, hangerőszabályozó gombot, illetve egy másik hangszórót. Maga a kijelző gyönyörű, szép, közelről megnézve is egészen szép. Tartozik hozzá egy billentyűzetes dokkoló, ez is teljes egészében fém, itt látható. Egészen használható gombokat kapott, aminek tényleg jó a nyomáspontja ahhoz képest, hogy látható, hogy még vékonyabb talán, mint maga a tablet, hihetetlenül keskeny. Valószínűleg nincs is benne akkumulátor, legalábbis nem hiszem, hogy belefért. Alul van egy méretes touchpadünk, illetve hogyha megnézzük a hátulját, itt találunk egy csatlakozót, ami talán mégiscsak egy beépített akkumulátor töltője lehet esetlegesen, mert hogy más csatlakozó az nem került rá. Magát a készüléket nézve igazából csatlakoztatni kevésbé tudjuk majd a itt ebben a videóban, mivel sajnos kézbe fogni sem nagyon engedik, maximum egy-egy pillanatra. Ez volt tehát az Asus Transformer Book T300 Qi gyors bemutató videója. Kövessetek minket továbbra is a tekettő.hu oldalon. Sziasztok!